Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Korlátoznák a mobiltelefon használatot az iskolákban. Mit gondolnak a diákok? Kedvezményes zöldség. A mentálhigiénés műhely önkéntes nyugdíjas tagozatának irodájában lehet rájelentkezni. Sokoldalú tapasztalat motivált. Új pap Tolnán. U20-as Európa-bajnokság. Korábbi dombóvári kosarasok is tagjai voltak a magyar csapatnak. Egy jogszabálytervezet szerint szeptembertől korlátoznák a mobiltelefon használatot az iskolákban. A témáról korábban már beszámoltunk, ezúttal a diákok véleményét is kérdeztük. Az iskolákba korlátozottan bevihető tárgyakról szóló jogszabálytervezetről Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára számolt be. Ez alapján nem tiltott, de használatukban korlátozott tárgyak lesznek a mobiltelefonok és más okos eszközök. Erről kérdeztük a diákokat. Diákként, ugye a diákoknak nekünk nagyon rossz, de valamilyen irányba jó, mert a gyerekek akkor figyelnek, az órákon tanulnak valamit. Nagyjából ennyi igazából. Lehet jó ötlet, mert a diákok többet beszélgetnek, nem telefonozik annyit, nagyobb a társaság. Úgyhogy szerintem lehet, hogy jó ötlet. A korábbiakban a kormány digitális konzultációt folytatott le. Ebben a tanárok és az igazgatók többsége szükségesnek tartotta az iskolai mobil használat szabályozását, mert az eltereli a diákok figyelmét. Mostanában az online oktatás miatt nagyon sok tanár ugye digitálisan adja meg nekünk, és én a Garaiba jártam, ott is nagyon sok olyan óra volt, amikor azon tanultunk, azon kaptunk valamilyen feladatot, szóval nem hiszem, hogy ez annyira fontos lenne így korlátozni. Értem. Mert hogy vannak olyan tanárok, akik mondják, hogy tegyük el, akkor el is tesszük, és nem szoktunk nagyon telefonozni órákon. Mobiltelefonozást korlátozó szabályok már jelenleg is működnek több intézményben, például az egyik dombóvári iskolában is. Szerintem ez azért jó ötlet, mert a diákok nem a mobiltelefonra fognak koncentrálni, hanem a tanulásra, és a mi iskolánkban lehet vinni telefon, de kikapcsolt állapotban, és csak nap végén lehet elővenni. Fontos ugyanakkor, hogy a tervezet szerint természetesen megmarad a diák lehetősége a mobil használatára az iskola idő előtt vagy után, szükséges esetben a szüleikkel a kapcsolatot ezen keresztül is tarthatják. Továbbá, ha a tananyag elsajátításához a mobil is szükséges, akkor azt a tanár engedélyével bevihetik tanórára is. Kedvezményes áruk burgonyára, hagymára lehet a napokban jelentkezni nyugdíjasoknak és nagycsaládosoknak a mentálhigiénés műhely önkéntes nyugdíjas tagozatánál Szekszárdon. A szervezet célja, hogy segítse azokat, akiknek kevés a jövedelmük és nehezen tudják igazdálkodni a mindennapi megélhetéshez szükséges élelmiszereket. Zádor Béláné 18 éve önkéntes munkatársa a műhelynek. Minden évben segítséget nyújt abban, hogy minél többen hozzájussanak a kedvező összegű zöldségekhez. Kedden és pénteken van fogadónapunk, ilyenkor fogadjuk a nyugdíjasokat és ügyes-bajos dolgaikat próbáljuk intézni. Minden évben szervezünk élelmiszerakciókat, most éppen a hagyma és a burgonya akciót szervezzük. Eddig már a kimutatásaim szerint már 66-an jelentkeztek a pár nap alatt, és a megyéből a különböző falvak nyugdíjas szervezetei is jelezték, hogy segítséget kérnek. Ők összeírják az igényeket, nekünk leadják a megrendelést, és mi továbbítjuk a termelőnek a miénkkel együtt. Akik benyújtják igényeiket az irodában, azokat később telefonon értesítik, hogy mikor vehető át a kért élelmiszer a Gemenc parkolóban. A szervezet régóta kezdeményez ilyen akciókat. 18 év óta csináljuk ezeket az élelmiszerakciókat, a termelővel nagyon jó kapcsolatunk van, mindig ugyanaz a termelő hozza nekünk, és ő mindig a piaci árak alatt adja nekünk a terméket, azért, hogy ő is ezzel segítsen nyugdíjasokat és nagycsaládosokat. Jelentős támogatás ez azok számára, akiknek a bolti árat nehéz kigazdálkodni a kevés jövedelméből, nyugdíjából. A burgonyának és a hagymának kilója 167 forint, a lila hagymának pedig 250 forint kilója. A következő hónapokban almát, mézet és mákot lehet majd jutányosabb összegért beszerezni a csoport segítségével.
Újabb mérföldkőhöz ért a paksi bővítés azzal, hogy megérkezett a zóna olvadék csapda, az egyik legfontosabb hosszú gyártási idei berendezés, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az ötödik blokk zóna olvadék csapdája vízi úton érkezett Oroszországból csütörtökön. Az építkezés gőzerővel zajlik annak érdekében, hogy a következő évtized elejétől a paksi atomerőmű új blokkjai is szolgálatba tudjanak állni, ezáltal javítsák Magyarország energiaellátásának biztonságát, összegzett a miniszter. Közel 5 hektáros területen égett szőlő, aljnövényzet, legelő víztartályok és egy faház csütörtökön délután Szekszárdon a Porkoláb völgyben. A szekszárdi Bonyhádi és paksi hivatásos egységek nagy erőkkel vonultak a tűzhöz és 6 vízsugárral, valamint kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. Augusztus 1-től elindult a szekszárdi I. és Gyula könyvtár költöztetése a Tudásközpont épületébe, amely először a gyermekkönyvtárat érinti. Várhatóan augusztus 5-től a többi részleg is bezár, csak a Széchenyi utcai épületben a médiatárban várják az olvasókat, akik türelmét kérik a következő időszakban. Augusztus 1-től fogadták a plébánia új vezetőjét Tolnán. Nagy Norbert első miséje e hónap 4-én lesz, addig is berendezkedik, ismerkedik a várossal és az emberekkel. Motiváltan, szeretettel érkezett a gyülekezethez. Délvidéki vajdaságból származik, Bácskából. Idén 30 éve, hogy eljött Magyarországra. Rengeteg helyen járt, tapasztalatokat szerzett az emberekről, a világról. Érdeklődést mutat többek közt a filozófia iránt is. Az embernek az érzés, gondolatvilága, hogy rakja össze az ember a belső világát. Mert az elektromosság, meg a számítógépnek a világa is foglalkoztatott, vagy így ebbe ezt tanultam, és ezt szerettem volna ebbe a felsőfokú világba is ezt tanulmányozni, vagy ebbe későbbiekben ilyenbe elhelyezkedni, de valahogy felülírta ez annak a korszaknak ez a krízise, hogy miért élünk itt a Földön, véget ért valami, új kezdődik itt ebbe az átmenetbe, ilyen 6-7-8-9 évesként, tehát hogy így forgott velünk a világ. És a délszláv háború az bennünket ennek a közepébe talált, és ez egy nagyfokú elszegényedés volt, és akkor egzisztenciális kérdéseket fölvetett. Nagy Norbert fontosnak tartja, hogy minden téren ápoljuk egészségünket, lelki, fizikai és szellemi téren is. Életének volt egy olyan szakasza, amikor még nem a papi hivatás volt a célja, akkor még párkapcsolata is volt, aztán bekövetkezett egy fordulat. Személyesen is kerestem az én, hogy én hogy vagyok ebbe, vagy mi közöm nekem ehhez, vagy hogy van-e Isten, vagy ennek mi köze, ha van is, mi köze van hozzám, vagy mi mentén kapcsolódunk, és ebben a vergődésben ő megmutatkozott, vagy őt megtapasztalhattam, hogy az ő jelenlétét egy beszélgetés, vagy egy idős bácsival való beszélgetés közepette megtapasztaltam a jelenlétét, ami egy ilyen mindent elsöprő élmény. Isten élménynek szokták mondani, vagy az Isten jelenlétének átélése. És ez minden kultúrában megélik ezt az emberek, ez független hogy ki milyen vallású, vagy hívő volt, vagy nem hívő, ezt bárki megélheti. Erre válaszul papnevelő intézetbe ment. Tolnára Pécsről érkezett. Sokféle tudását kamatoztathatja majd itt is, hiszen tanult többek közt pszichoterápiát, mentálhigiénés lelki gondozást és pszichodrámát. Programot szerveztem rengeteget, vagy így ebben benne voltam, és hogy az egy nagy kérdés, hogy mire lesz igény. Mert hogy nagyon sokan programot szerveznek. Lehet, hogy már nem programot szervezni kell, hanem valami mást. És hogy én így ez a nyitottságot próbálom fönntartani magamra, hogy az igényeket fölmérni, vagy igényt kreálni, hogy kreáljunk igényt. Mert hogy ennek a tudománya is ma már egy érdekes jelenség, mert hogy már mindent is kitaláltunk, tehát hogy neki keres, hogy miből írjon szakdolgozatot, mert hogy már mindenről írtak már. Miről írjon doktorit valaki, mert hogy így nem talál témát, mert hogy már annyi minden ki van dolgozva, és akkor milyen programot szervezzünk, és lehet, hogy nem is azt kell, hanem csak ott jelen lenni. Nagy Norbert jelenleg ismerkedik a várossal, a közösséggel, ízlelgeti Tolnát, az épületeit, utcáit, és várja már az augusztus 4-i első miséjét a településen.
A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai útszélére felfestett piktogramokkal hívják fel a figyelmet a biztonságos átkelésre. Bonyhád polgármesterének, Filóné Ferenci Bolyának a támogatásával Tolna vármegyében először a Völcsegű településen festettek fel ilyen jeleket. A cél, hogy felhívják a gyalogosok figyelmét arra, hogyha mobiltelefont használnak, valamint a zenehallgatás elveszi a figyelmüket, miközben átsétálnak az úttesten, akkor nagy baleseti kockázatnak teszik ki magukat. Országszerte egységesen 8-tól 14 óráig nyitva tartanak a kormányablakok augusztus 3-án szombaton, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. Az augusztus 20-ai hosszú hétvégét érintő munkanapát helyezés miatt augusztus 17 és 20-a között azonban zárva lesznek a hivatalok. Az egyéb ügyfélszolgálatok rendkívüli nyitvatartásáról javasolt a kormányhivatalok.hu oldalon tájékozódni. Halmai Dánielre és Reitzinger Mátéra okkal lehetnek büszkék a dombóváriak. A Dombóvári Kosársuli Kosárlabda Egyesület korábbi két saját nevelésű kiválósága is tagja volt az U20-as Európa-bajnokságon résztvevő magyar válogatott 12 fős keretének. Halmai Dániel óvodás kora óta megállás nélkül kosarazik. Jelenleg a Paks csapatát erősíti. Juniorban már átmentem Kaposvárra, ott játszottam, és akkor ott játszottam Kaposváron először az NB1 átcsoportos meccsemet, úgyhogy ott kezdtem a profi karrieremet. Az irányító játékos elmondta, hogy hogyan készültek az Európa-bajnokságra. Vége lett a szezonnak Kaposváron, és utána ilyen 4-5 nap pihenő volt, és mentünk is az edzőtáborba, ami Fehérváron volt, és ott 5 hetet készültünk. A felkészülésben voltak felkészülési tornák, szóval jártunk Bulgáriába, Portugáliába, ott is játszottunk edzőmeccseket, és utána mentünk ki az EB-re, ami 10 nap volt. Viszonylag csapatszinten jól sikerült, mert ugye tovább jutottunk a csoportból, és így 8-ba kerültünk, és végül 6. helyen végeztünk. Reitzinger Mátét kérdeztük, aki szintén U20-as magyar keret tagként vett részt az Európa-bajnokságon, hogy mióta játszik a sportágban. Labdajátékot mindig is nagyon szerettem, de a kosárlabdát 3. osztályos koromban kezdtem el. Nekem is apukám kosárlabdaedző volt, és kosaras volt régebben, úgyhogy ennek hatására én is azzá váltam. Az általában 2-es és 3-as posztokon kosarazó Máté a Budapesti Honvéd Sportegyesületet erősíti. Szerintem mindenkitől egy elvárás volt, hogy a legjobb 8 közé jussunk, ami aztán meg is lett. Nem mondom, hogy egyszerűen, de meg lett. Utána pedig megkaptuk Romániát, akik ellen egy jóval szorosabb meccset kellett volna játszanunk, de nem jött ki jól a lépés, ezért elvesztettük azt a meccset, és utána már 5-8-ig játszottunk, szóval utána már nem voltak az ilyen dobogó, meg ezek a célok a láthatáron. Mindkét U20-as sportoló elmondta, hogy elégedett a kontinens viadalon nyújtott teljesítményével. Regionális híreink következnek. Albérletek, egyéb ingatlan árak Pécsen. Átlag 15-20%-kal emelkedtek az albérletek, 8%-kal a családi ház ingatlan árak. Mesés nyári káposzta, megválasztották az év strandételét. Az idei egyetemi ponthatárok kihirdetését követően a diákok megrohamozták az ingatlan közvetítőket kiadó lakás albérlet miatt. Vajon mekkorát, mennyiért és melyik városrészben lehet kibérelni lakhatás céljából Pécsen? Azt is megtudtuk, mennyire mentek fel az egyéb ingatlanok árai a tavalyihoz képest. Ha a kiadó lakást keres mostanában az egyetembe felvett diák, akkor nagyon fontos tudnia, hogy Pécsen városrészenként változnak az árak. Az egyetem városrész a legkedveltebb a diákok számára. Ennek közelében szeretnének a legtöbben albérletet találni, de a belvárost és az uránvárosi részt is szívesen választják a fiatalok. Tudtuk meg Ferenc Gyula, az egyik pécsi ingatlan közvetítő iroda vezetőjétől. Nem csak a diákok keresnek albérletet, jelentősen megnőtt a keresők száma. Ezt tapasztaljuk, valószínűleg az ingatlan árak emelkedésével inkább nagyon sokan bérelnek lakást,
és a kínálat az kevesebb, mint a kereslet, tehát jelenleg az árak ezáltal felfele mozdulnak. Én azt mondom, ami tavalyi évben 120 ezer forint körüli albérletár volt, az most 150 ezer forintnál kezdődik, tehát egy durván egy 15-20%-os emelkedés a 2023-as évhez képest tapasztalható. A legkedveltebbek a másfél-két szobás albérletek, azonban annak függvényében, hogy hányan költöznének a lakásba, a három szobásak is gyorsan elkelnek. Sok esetben összefognak és külön szobánként veszik ki az albérletet. A 120 és 150 ezer közötti összeg az, amiért leghamarabb ki lehet adni egy lakást. Ezek a legkapósabbak, ezeket általában 2-3 nap alatt kiveszik, tette hozzá Ferenc Gyula. Tehát minden nap kötünk szerződést újabb albérletekre, illetve vannak főbérlők, akikkel folyamatosan szerződésben vagyunk, és hogyha megüresedés van, akkor ki tudjuk adni ezt tehát bekerül a portfólióba, és abban a pillanatban elérhetővé válik, de nagyon rövid ideig vannak bent, tehát tényleg vadászni kell az albérletre. Számít a lakás felszereltsége, de olyan eset is van, amikor ezt figyelmen kívül hagyják a bérlemény iránt érdeklődők. Előfordulhat, hogy vannak különös elvárások, illetve az albérlet minőségével kapcsolatban, berendezéssel kapcsolatban, felszereltséggel kapcsolatban. Jellemzően most már a főbérlők úgy készülnek a diákokra, hogy teljes felszereltséggel adják ki a lakásokat. Viszont azt tapasztaljuk mi, hogy kevés az albérlet, a kiadó lakás, és nagyon sokan szeretnének kivenni, ezért egyre lejjebb adnak az igényekből. A lényeg az, hogy legyen hol lakniuk. Megtudtuk, nem csak az egyetemvárosban vesznek ki lakást a diákok, hanem egész Pécs területén, Kertvárosban, a keleti városrészben, a belvárosban is. A komplex pécsi lakáspiac a tavalyi évhez képest 8%-os emelkedést mutat, amely főleg a 30-40 milliós lakások esetében tapasztalható. A nagyobb árkategóriában kisebb áremelkedés jellemző. A családi házak esetében a tavalyihoz képest 2,5%-os áremelkedés történt, tette hozzá az ingatlan irodavezető. A Balaton Lellei Mesés Barbecue and Grill Bistro báránnyal töltött szőlőleveles káposztája a Mesés nyári káposzta névre keresztelt különlegesség lett az év strandétele. A zsűri még további 4 kategóriában díjazta a vendéglátóhelyeket. Káposztát vajon pirított póréhagymára tesszük, utána pedig a szőlőlevelekbe betöltünk bárányt, zöld búzatörettel, azaz bulgurral, mentával, rozmarinkkal, egyéb más fűszerekkel összekeverve, és csinálunk egy hagyományosan mondott töltött káposztát igazából, és ha megfőtt, akkor szétszedjük az egészet. Ezt a káposztát, amit itt láttok a tányérba, ezt én visszahűtöm. Ez egy hűtő hideg, tehát 4 és 6 fok között van. A gombócokat visszaredukáljuk, visszamelegítjük, és a hideg ételre fogom rátenni a forró gombócot. Balaton Lellén készül az év strandétele, a Mesés nyári káposzta. Kós Tamás második alkalommal nevezett a versenybe, ahol az ő ételét ítélte a legjobbnak a szakmai zsűri. Nekem egy a motto, hogy az vagy, amit megeszel. De minden alapanyag, minden úgy készül, hogy egészséges. Maga a bárányhús is egy őstermelőtől van vásárolva, egybevásárolom, én dolgozom fel, a csontokból alaplevet főzök, az van a káposztát, ezt fermentálom, a szőlőlevelet szintén fermentálom, és akkor ebbe a szőlőlevélbe töltöm bele, fermentált szőlőlevélbe rakom bele ezt a bárányhúst, amit ízesítek még kaporral, mentával, egy kis rozmaringgal, sóval, borssal, meg egyéb más fűszerekkel, és utána, mint egy töltött káposztát, úgy rakom össze ezt a fermentált káposztát, megfőzöm, mikor kész van, akkor szétszedem ezeket a gombócokat, a káposztát magát lehűtöm, illetve egy kis környékről származó házi joghurttal elkeverem, és tálásnál alulra kerül a hideg káposzta, tetejére pedig visszahevítem ugye magát a gombócot ebbe a szőlőlevélbe, és ezt forrón tálalom, rámegy a hideg joghurt, és kap egy kis mellőzetes lillahagyma salátát, amiket az ősszel én készítek, tehát magát az eceteket is mit csináljuk az étteremben. A tarhonya puding az tarhonyából sárga krémmel fel van főzve a desszert. Erre teszünk a tetejére most egy mangó csatnit, ami egy tiki klasszikus tropikál íz. Miután ez megvan, igazából csak annyi dolgunk van, hogy feldíszítjük, szeretünk mindenféle gyümölcsöt tenni rá. Nagy kedvenc ebben a Zamárdi Strandi Bistróban a tarhonya puding, amely 2024-ben az év stranddesszertje lett. 6 évvel ezelőtt tápióka pudingot szerettünk volna készíteni, de nem találtunk hozzá alapanyagot, és akkor az akkori séfünk Tótfalusi Zoltán kitalálta, hogy főzzünk tarhonyából pudingot. Igazából nagyon egyszerű, fel kell főzni cukrostejből a tarhonyát, és sárga krémmel kell sűríteni, és ezen túl bármivel lehet ízesíteni, szezonális gyümölcsökből lehet rá blackvárt készíteni, bármivel lehet adni, sós karamellel, gyümölcsökkel.
Idén a legjobb strandbüfé ételnek az alsóőrsi Oliva strandbüfé pisztácia pesztós lángosát választotta a 12 fős szakmai zsűri. A Vega külön díjas a badacsonyőrsi vánkos, faszénen tisztított vajjal grillezett patiszonja, az év felfedezettje pedig a siófoki Julcsi kalácsoda lett. Amit figyeltünk, az az innováció, hogy megújulás, a helyi alapanyagok használata, előnyben részesítése, illetve maga az, hogy az egész strand koncepcióban könnyű ételben ez hogy kivitelezhető, hogy fogadtatható el a vendégekkel. Mint a Balatonvilágoson rendezett díjátadón elhangzott, évről évre fejlődnek a vendéglátóhelyek, ez pedig a kóstolt ételek minőségén is érződik. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Korlátoznák a mobiltelefon használatot az iskolákban. Mit gondolnak a diákok? Kedvezményes zöldség. A mentálhigiénés műhely önkéntes nyugdíjas tagozatának irodájában lehet rájelentkezni. Sokoldalú tapasztalat motivált. Új pap Tolnán. U20-as Európa bajnokság. Korábbi dombóvári kosarasok is tagjai voltak a magyar csapatnak. Szombaton a front felhőzete várhatóan kelet felé halad, mögötte tisztul az égbolt, kisüt a nap. A nappali hőmérséklet is csökken, a frissebb hajnalt követően zömében 30 fok köré mérséklődik a meleg. Vasárnap változóan napos felhős idő ígérkezik. Nyugat-kelet irányban áthalad az ország felett egy mérsékelt vastagságú, szakadozott felhősáv. Előtte mögötte kisüt a nap. Említést érdemlő csapadék általában nem valószínű. Hétfőre élénkebb, északnyugati a szél és változó felhőzet melletti időszakosabb napsütés ígérkezik. Elszóltan előfordulhat zápor, zivatargóc. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!